Forgalomkorlátozás lép érvénybe csütörtökön és pénteken a Petőfi utcai körforgalomnál. Ahogy azt Móroc Józseftől, a Magyar Közút ZRT zalamegyei igazgatójától megtudtuk, a kivitelező cég szakemberei a terület befejező munkálatain dolgoznak. A csomópont a tervek szerint április végéig elkészül, májusban a műszaki átadás-átvételi eljárás is lezárul. Javában zajlanak a munkálatok Nagykanizsán, a 7-es számú főút Petőfi utcai csomópontjánál. A szakemberek jövő héten kedden és szerdán az északi oldal felújítását is elvégzik. Akkor a holnapihoz és a péntekihez hasonló forgalomváltozásra kell számítani a környéken. Móroc József elmondta, hogy az egyirányú forgalomirányítás a reggeli csúcsidőszakot követően 8 órától a munkaidő befejezéséig lesz érvényben. A 7-es számú főúton mind a körforgalom előtt, mind a körforgalom után egy rövidebb szakasz lezárásra kerül, és egyirányú forgalom lesz biztosítva, váltakozva, hol a Budapest irány, hol a Lekenyei irány fog működni. A csomópontban kézi forgalom irányítással fogják a dolgozók a forgalmat vezényelni, és a lezárás ideje alatt a 7-es számú főúton a meglévő burkolatnak a cseréjére kerül sor, illetve a felújítására kerül sor a csomópont előtt és a csomópont utáni szakaszon.